Május első hétvégén ragyogó időben rendezték meg a Budapest 100 programját, amelyben most a Terek kapták a főszerepet. A B32 bár egy előadást és egy kiállítást rendezett az éppen most 100 éves ház földszintjén található kulturális intézményben, a többi programja mind az épület előtti Gárdonyi téren zajlott, amelynek csúcspontja két koncert volt. Elsőként Csemer Boglárka, a 60. Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő Bogi énekelt, majd a Budapest Jazz Orchestra Big Bandje szórakoztatta az ideérkezőket. 3 évvel ezelőtt jelent meg az Aki autón járni óhajt című lemezünk, ami régi magyar slágereket dolgoz fel régi magyar szerzők tollából, és úgy gondoltam, hogy ehhez a rendezvényhez nagyon jól passzolna ez a zene, ez be is igazolódott szerencsére, úgyhogy mi is nagyon jól éreztük magunkat. Szoktunk nyári szabadtéri koncerteket adni, de ennyire meghitt helyszín talán nem volt, ugye most be voltunk ékelődve a térnek egy ilyen elemébe, egy ilyen kis átjáróba, és egészen speciális módon ültünk fel, de nagyon élveztük, és azt gondolom, hogy jó sok ember összegyűlt, úgyhogy elérte a célját. A Csillag Péter idegenvezető segítségével lebonyolított túra is innen indult. Először egy előadást tartott a kerületükben működő Molnár Cépán Múzeum vezetője a jelentős számú érdeklődőknek, majd elindultak a programhoz csatlakozott környékbeli házakat meglátogatni. Bár eredetileg egy órásra szervezték a sétát, végül 4 óra is kevésnek bizonyult arra, hogy az idegenvezető elmondja a házak történetét, és válaszoljon az időközben hatalmassá duzzadt érdeklődő tömegkérdéseire. Az órámra pillantok, tényleg hosszú lett. Én eredetileg tényleg egy ilyen órás sétára gondoltam, a B32-ből átmentünk a Bertalan Lajos 26-ba, onnan a Bartók Béla 29-be, a 31-be, közben benéztünk a Csonka Múzeumba kívülről, átjöttünk a Lechner házba, ugye a 40-be, és befejeztük ezt a Csontvári házban, vagy a Hadik házban a sétával az udvaron. Ugye közben szó volt a Gárdonyi térről is, amire itt a színház térbe tudtam kitérni, mert ott alkalmas volt, le tudtak ülni az emberek, és hát hála Istennek ilyen szépen eljöttek, kíváncsiak voltak. Ez óriási öröm, hogy ennyi ember kíváncsi arra, hogy mi van itt a környékünkön. A téren a gyermekekre is gondoltak. Mesehősöknek állítottak szobrot, vagy házat készítettek papírból a legkisebbek, miközben szüleik egy hatalmas táblán megjelölhették, hogy melyek a legkedvesebb budapesti helyszíneik, és egy fantasztikus pikniket is csaphattak a téren, amelyhez a B32 ingyenesen adta a finom és hideg limonádét ezen a napon.